Sziasztok! A mai adásban egy nagyon finom, nagyon gyors és egy klasszikus almáspitét fogok elkészíteni. De nem azt a nagymamám sütött almáspitét, hanem a Mekis almáspitét, ami nagyon-nagyon gyorsan elkészített otthon, nagyon finom és kísértetiesen hasonlít az otthoni almáspitére, vagy a Mekis almáspite hasonlít az otthonira. Na ez kiderül az adásban, úgyhogy tartsatok velem, Kovacsics Kokszai István vagyok, a Panír műsorvezetője, és induljon a Mekis almáspite. Ugyebár mindenkinek a kedvenc, vagy talán a gyermekének a kedvenc étele, ez az igazi, Mekis almás pite, amit zacskóba veszünk mi is a McDonald's-ba. Na de, ugye már itt a bejelentkezőben elmondtam, hogy ez tényleg egy fantasztikusan hasonmása lesz. Szóval nem kell hozzá sok minden, ezt fogjuk most elkészíteni, akár közösen, vagy én itt, ti ott. Szóval mi kell hozzá? Kell hozzá 3-4 szem alma mérettől függően, kell hozzá egy pici fahéj, egy kicsi vaj, egy kicsi barna cukor, egy nagyon pici szerecsendió, és egy nagyon-nagyon-nagyon leheletnyi szegfűbors törve. Ennyi lesz ennek a tökéletes Mekis almás pitének a receptje, na meg vajas tészta, ami nagyon fontos, készen meg tudjátok venni bármelyik üzletbe. Nem kell otthon hajtogatni, hogy megkapd a vajas tésztát, de ha nagyon pró vagy, megcsinálhatod. Nem ajánlom, mert bonyolult. Szóval nyugodtan vegyétek meg a boltba ezeket az alapanyagokat, és első lépésnek az almát meghámozzuk, nagyon apróra felkockázzuk, ahogy mi hívjuk a szakmában csátnira, tehát apró pici kockákra vágjuk, aztán megfuttatjuk a fűszerekkel, a vajjal, a cukorral, félretesszük hűlni, előkészítjük a tésztát, és forró bőolajba kisütjük. Na ez lesz az igazi Mekis almás pite, szóval vágjunk is bele, és csináljátok meg ki is otthon. Összevágtuk az almát, itt van az edényünk. Egy nagyon kis frankú kis új edényem van most, ezt azért érdemes megnézni. Most kell a vaj, most kell a cukor, barna cukor, ez fontos. Ebből beleteszünk egy olyan 3-4 kanállal. Mikor a cukor elkezd olvadni, rádobjuk az almát. Amikor rajta van az alma, akkor jönnek a fűszerek, és a végén a vajjal fogjuk egy picit sűríteni, mert ugye az alma elég sok nedvességet tartalmaz, és fog levet engedni majd. De a cukor meg a vaj együtt egy ilyen jó kis sűrítőanyagot fog hozzátenni. Ettől lesz igazán olyan krémes, mint ahogy a Mekis almás pitébe is. Szóval most olvasszuk a cukrot. Karamellizálódik a cukrunk, jöhet bele az alma. És most kevergetünk. Benne van az almánk, most jön a fahéj, körülbelül egy ilyen kis fél teáskanállal, egy teáskanál hegyni szegfűbors törve, egy csipet só, ugyanis van egy ilyen törvény vagy szabály, hogy minden édeshez kell egy csipet só, és minden sóhoz kell egy csipet édes. Hát ilyen az élet. És az utolsó pedig a szerecsendió. Nyugodtan tegyünk le egy fedőt, ugyanis bepároljuk most az almánkat. Nyugodtan az indukciós lapot, vagy a gáz ki, amin készíti, nyugodtan lejjebb behetjük, és most szépen bepároljuk. Kellőképpen lekaramellizálódott az almánk, és most jön az utolsó mozzanat ennél a finom alma ragunál, hogy hozzáadom a vajat. Körülbelül ennyi vaj kell hozzá, így. És ezt szépen elkeverjük benne,
és ezzel dúsítjuk, sűrítjük az almánkat. Gyorsan rákóstolok, hogy elég finom lett. Számomra nagyon jó, de én még egy nagyon pici cukrot még teszek hozzá. Kész is. És ami fontos még ilyenkor, mikor már levettük hűlni, hogy egy nagyon pici citromlevet nyomunk hozzá. Ugye már megtanultuk a legelső adásaink alapján, egy kicsit meggöngyölgetjük a citromunkat, így jobban összetörjük benne a rostokat, és könnyebben tudunk nyomni belőle. Tényleg csak egy szösszenet kell, így. Ezt még belekeverjük, és félretesszük. Most hagyjuk hűlni, és amikor már kihűlt, és már tudjuk tölteni, akkor tesszük bele a vajas tésztába, addig a tésztát se bántjuk. Ugyanis a vajas tésztát, hogyha elkezdjük formázni, elkezdünk vele dolgozni, elkezd olvadni benne a vaj ugye a hő hatására, a testhő és a kéznek a hőjével, úgyhogy tényleg meg kell várnunk azt, hogy kicsit hűljön az almánk, és amikor kihűlt, akkor tesszük bele. Kihűlt az almánk, és most jön a tésztánk előkészítése. Ehhez nem kell más, mint egy szép kis sodrófa, egy ecset, egy villa, egy kés. Szóval, hogy is néz ki ez a csodálatos pite? Vágunk ilyen kis téglalapokat. Ami nem kell, azt félretesszük. Kicsit lisztet nyugodtan tehetünk alá. És most elkezdjük a sodrófánkkal szépen kinyújtadni. Kaptunk egy ilyen indokolatlan formát, de nem kell megijedni, ugyanis ami nem kell, azt gyönyörűen levágjuk róla, és ezt majd újra tudjuk gyúrni egy újfajta tésztává. Így. Elég hosszúkás lett ez a kis lapunk, viszont ide fog kerülni majd a töltelék, és szépen félbe fogjuk hajtani. De mielőtt ezt megcsinálnánk, bekapcsoljuk az olaj alatt a tüzünket, vagy az indukciósunkat. Szóval fogjuk az almánkat, szépen ide beletesszük középre. Így. Kell nekünk egy villa, amivel szépen összehúzzuk. Megigazítjuk. Ha megvan az almánk, és belekerült, akkor nincs más hátra, mint fogunk egy ecsetet és vizet. Vízzel szépen itt a széleit megvizezzük. Ettől fog szépen összeragadni a tésztánk. Így. Nyugodtan végighúzhatjuk az egészen a széleken. Most jön egy ilyen ráhajtós mozzanat. Így. A villa segítségével szépen összenyomkodjuk. Ez most ilyen extra nagy almás pite lesz. Nos, így néz ki. Lehet egy picit így megszurkálni, és most nincs más hátra, mint hogy belehelyezzük az olajunkba, és ropogósra sütjük. És amikor már aranybalnára sült a kis piténk, szépen egy óvatos mozdulattal, hogy az olaj nehogy megégessen minket, kiemeljük ezt az incsikandulós almás piténket, és letesszük egy szűrőpapírra, szépen hagyjuk, hogy kihűljön egy picit, hagyjuk, hogy a bent lévő nedvesség eltávozzon, és igazándiból már ezzel
kész is, ami nagyon-nagyon finom almás pitánk. Kicsit nagyobb, mint a McDonald's-os, de ez azért jó, mert otthon csináltuk, és a miénk. Nincs más dolgunk, mint hogy ketté vágjuk ezt a csodálatos pitét. Halljuk, hogy ropog. Tényleg incsiklandozó hangja van, és nézzük meg belülről. Tényleg tisztán neki. Egyszerű tálalás, lehet rárakni porcukrot, lehet rátenni fahéjas porcukrot, tejszínhabot, vagy amit éppen találunk otthon. De van egy titkom, amivel nagyon-nagyon finom még, az nem más, mint a Nutella. A gyerkőcök biztos fognak neki örülni, mert egy filléres dolog, tényleg nagyon olcsó alapanyagból összerakni. És szerintem maximum 12 perc alatt el is készül. Én jó étvágyat kívánok hozzá, és legyen otthon tietek ez a finom tippe.